Az Egyesült Államokban 5 beteget diagnosztizáltak koronavírussal. 2 Arizonában, 2 Kaliforniában és 1 Washington államban. További 20 államban több tucat olyan esetet vizsgálna felül, ahol a szimptomák megegyeznek a víruséval. Világszerte eddig 80 áldozata van ennek a légúti betegségnek. A kínai hatóságok lezárták a vírus epicentrumát, Wuhant és 70 környező várost. Az USA evakuálja a térségben lévő konzulátusát. Az USA területén pedig 5 reptéren egészségügyi tisztviselők ellenőrzik a térségből beérkező utasokat. A CDC jelentése szerint az amerikaiak kismértékben vannak veszélynek kitéve, bár a jövőben több diagnosztizált esetre is lehet számítani. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az USA-ban sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani egy másik folyamatosan terjedő vírusra, amelynek ugyanúgy vannak halálos áldozatai. Ez nem más, mint az influenza vírus. Az idei influenza szezon alatt már 56 gyermek vesztette életét, és több mint 8200 felnőtt fertőződött meg, holott még február sincs. Az Egyesült Államokban ekkor szokták a legtöbb megbetegedést jelenteni. Mindezek fényében szerinted miért övezi ekkora pánik a koronavírust? Főként, mert ismeretlen és nem tudják, milyen következményekkel járhat, hogy vajon mutálódik-e. Ezért is igyekeznek kézben tartani a helyzetet és kifejleszteni a betegség kezelésére szolgáló vakcinát. A WHO múlt héten 2 napos találkozót tartott, mely során úgy döntöttek, egyelőre nem hirdetik ki a nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet. Mert bár Kínában valóban vészhelyzet van, a világ többi táján a fenyegetettség nem éri el azt a szintet. A WHO főigazgatója ma Kínába utazik, hogy további információt gyűjtsön, ami befolyásolhatja az eddigi álláspontot. Mielőtt elbúcsúznál, még azt mondd el, ha valaki mondjuk itt Virginiában megfertőződik, hogyan kezelik őket? Mi az eljárás? Virginiában már vannak szűrővizsgálatok. Egy felső légúti megbetegedésről beszélünk, aminek a tünetei nagyon hasonlítanak az influenzáéhoz. A veszélyeztetett emberektől vett mintákat tovább küldik a CDC-nek, akik 24 órán belül megküldik az eredményeket. A legtöbb esetben a minták alapján a CDC már megerősítette, hogy nem koronavírusról van szó. Az Egyesült Államokban eddig mindössze 5 beteget diagnosztizáltak a vírussal. Ez bátorító, mégis megdöbbentő, milyen pánikot váltott ki, holott hallhattuk, hogy sokkal többen esnek az influenza áldozatául. Mégis a CBN-nél és a Regent Egyetemen is voltak megbetegedések, de szerencsére már lábalnak ki belőle, viszont napokig valóban le voltak gengülve, és nem érezték jól magukat.